Ha így se érted meg, akkor mit tudok csinálni? Az Koltai Robert önálló estje április 25-én csütörtökön 18 órától a Városi Filmszínházban. Valenzin, Kenderkor, Schleiner, Kőriki lépünk persze. Megyek haza, kihalt az úr. Jegyek kaphatók a Halas Média szerkesztőségében, a turisztikai irodában és a Halasi moziban. Régi vicc, egy régi poé, nem ismeri már senki csak. A háború öt alapelve. Kiskunhalason is bemutatta könyvét dr. Ruszin Szendi Romulus, altábornagy, volt honvéd vezérkari főnök. Az úttestre zuhant a méretes ág, a Batthyány utca egyik fája károsodhatott a szél miatt. Ez volt az első, 350 vendég részvételével tartott bált a Tekó. Ifjú kémikusokat fogadott a Kiskunvíz, az országos verseny résztvevői maguk is leellenőrizhették a vízminőséget. Különböző országok különbözőképpen gondolják. Még úgy is különbözőképpen gondolják, hogy megvan a NATO-é, és nem minden NATO tagországoknak ugyanaz a háború alapelveit deklarálta. Akkor itt valami bibi van szerintem, úgyhogy érdemes volt újra gondolni. A háború öt alapelve, annak a könyvnek a címe, amelyet dr. Ruszin Szendi Romulus altábornagy, volt honvéd vezérkari főnök jegyez, a tábornok a Kuruc Vitézek Nyugállományi Egyesület meghívására Kiskunhalasra látogatott. A Tiszti Klub nagy termében beszélt a könyvéről. A hallgatóság soraiban több generáció képviseltette magát. Meggyőződésem, hogy amit a katonák, a hadtudomány tud, az élet más területén is hasznosítható. És azért próbáltam ezt az öt alapelvet úgy megalkotni, hogy nem csak a katonáknak tud segíteni, ha versenyhelyzetben vannak a civil életben, akkor is betartják ezeket az alapelveket, akkor nagyobb eséllyel fogják megnyerni saját csatájukat. A katonák csak az embertűt, a militári részét tudják megvalósítani. A mai háborúk azok sokkal szélesebben kell értelmezni. A diplomáció, az információ, a gazdaság, az energia és minden más szerepet játszik a mostani konfliktusokban, nem csak a fegyveres rész, amire a katonák felelnek. Éppen ezért a felelősség se a katonák vállán van, hanem mindig a kiválasztott politikusokon, a végrehajtó hatalomnak a kezében van, és az a felelősség, amivel élni kell és nem visszaélni. Hál' Istennek hívnak, és ugye ez szerintem el is mondja azt, hogy milyen a fogadtatása a könyvnek. Nyilván beszéltünk a kiadóval, ugye most volt a zárás, ugye március végig mondják meg, hogy mennyi fogy, és elégedett a kiadó is, én is, úgyhogy majd látjuk, hogy tudunk-e még a jövőben együttműködni. Folyamatban van az angol nyelvű kiadás ugyanennek a könyvnek, hiszen meggyőződésem, hogy nem csak itthon, hanem aki a hadművészetet szereti a külföldön, annak is érdekes olvasmány lehet, és készül még egy könyv természetesen, amiről most még nem szeretnék beszélni, mert még a kiadóval nem egyeztetünk, de lesz folytatás. A közel másfél órás előadáson filmekből vett példákkal támasztotta alá egy-egy gondolatmenetét. Itt például a kommunikáció fontosságáról beszél a vietnámi háborúban történt hadicselekmény okán. Felmentek a hegyre, gyakorlatilag nem tudták, hogy mik vannak otthon, nem volt felvérítés akkor rendesen. Nem is látták őket, miért? Mert a hegyből jöttek ki a vietkongok, de viszonyatos számok. Itt azt látjuk, hogy a híradás ment folyamatosan, gyakorlatilag sem kommunikáció, tehát sem hang, sem tűzösköztetés nem volt már a századok között. Annyira közbeékelődött minden, hogy egyszerűen nem volt. Dr. Ruszin Szendi Romulus érdeklődésünkre elmondta, bár már nem aktív katona, azért figyelmesen szemléli a világ történéseit. Példaként emelte ki a Halasi Egyesületet, amely élen jár a hagyományok ápolásában. Az, aki egyszer felvette az angyalbőrt, az rajta is marad. Nézzük meg itt Kiskunhalasán, nem véletlenül, hogy a volt katonák fenntartják azt a közösséget, amire mindig lehet építeni. Az összetartozás, amit itt mutatnak, az a meggyőződésem, hogy példaértékű mindenhol. És persze, hogyha valaki a szakmáját űzte 10-20-30-40 évig, azt utána nem tudja figyelmen kívül hagyni, hogy a világban mi történik.
Méretes faág zuhant az útra Kiskunhalason a Batthyány utcában kedden kora este. Egy viharos széllökés miatt roppanhatott el a gesztenyefa vastag ága. A nagyforgalmú út 53-as főúthoz közeli szakaszán szerencsére éppen ekkor senki sem tartózkodott. Az eset azon a napon történt, amikor a Halas Televízió Beszéljünk Róla című műsorának vendége éppen a főkertész volt. Gregus Viktor az adásban arról is beszélt, hogy megkezdték a veszélyesnek minősülő fák száraz gajazását, esetenkénti kivágását. A teljes műsor megtekinthető a halasmedia.hu hírportálon. Egymás után érkeztek a vendégek a Tekós szülők-nevelők első báljára. Az ünnepi díszbe öltözött dékáni sportcsarnokban közel 350 vendég foglalt helyet. A rendezvény ötletgazdája és mozgató rugója a szülői közösség volt, Molnárné Gép Anikó vezetésével. Anikó azt mondja, valamikor ő is ebben az intézményben tanult, így a Tekós szív eleve adott volt. Aki ismer, az tudja, hogy közösségi ember vagyok. A fiunk Balázs most 9. évfolyamos a Tekóba logisztika szakon, és a férjemmel azt beszéltük otthon, hogy miért ne indulhatna el bál. És bevallom az igazgatórat és az SMK-t így megkeresve, magam is SMK-t vállalva, egy apró ötletből egy ekkora nagyot álmodtunk. Minden évfolyamon ugye 4 osztály van, 4 évfolyam van, és itt az SMK-sokat szólítottuk meg, akik ugye az osztályukba felmérték a baráti társaságok, vendégek, valamint a tanárokat megszólítottuk, és ez így már az egész olyan nagy ugyan nőtte ki magát, hogy az előző 170 fő, amikor még nem is árultuk a jegyet, 333-mal nőtte ki magát. Bevallom, a Tekós szív itt van mennem, és büszkén viselem a nagyon régi Tekós jelvényemet. 1991-ben áruforgalmi szakon egy nagyon jó közösségben és egy nagyon jó iskolába járva, mindezt az emlékeket felidézve, és a Tekóba, hogy beléptem, ez így megrohant, mint emlék, és úgy éreztem, hogy a Tekós szív megdobban, és összegyűjtöttük ezt az óriási tömeget. Valószínű, mindenki vágyott már erre, és az igazgató is támogatta, és a vezetőség mindezt. Stílszerűen két Tekós diák, Lakatos Viktória és Olán Regő nyitótánca volt a vacsora előtti műsor látványossága. Téglás László igazgató szerint fontosak az intézmény életében az ilyen közönségformáló és közösségépítő programok. Lépek egy-két hónapot vissza, a 50. Rákóczi Kupa utolsó mondata ugyanilyen interjú keretében az volt, a kupa sikerére gondolva, hogy egy álom valósult meg, egy álom teljesült. Az az igazság, hogy most megkezdhetem ezzel a gondolatot, hiszen hosszú-hosszú évek óta minden tanévben az a gondolat megfogalmazódott a Tekós közösségben, hogy egy szülők-nevelők bányát meg kéne szervezni. Erről beszélgettünk, de eddig egyetlen egy tanévben sem léptünk ennél tovább. És hát szerencsénkre ebben a tanévben olyan zseniálisan, csodálatos szülői közösség alakult meg, hogy gyakorlatilag az első hívószóra a bánszervezés mellé álltak, és mérhetetlenül sok-sok munkával összeterelgették ezt a rendezvényt, úgyhogy én is ide a terembe belépve, hát csak kapkodom a szemem, hogy milyen szép lett. Nyilván egy iskola bármit csinál, bármilyen programot csinál, annak hírértéke tud lenni, és hogyha az egy sikeres és sok embernek örömet, boldogságot jelent, akkor az biztos, hogy egy nagy pozitív előjel az iskola megítéltetésébe, és hát természetesen ez akár azt is jelentheti, hogy most még mondjuk az általános iskolás padokban ücsörgő fiatalok egy-két év múlva a középiskolát választanak, akkor a szüleiken keresztül ilyen attitűdökből lehet, hogy a mi iskolánkot fogják választani. A bálon fellépett a Brandy zenekar, majd a finom vacsora elfogyasztása után DJ Andor zenéje és a tombola sorsolás várta a vendégeket. A tervek szerint a bálnak lesz majd folytatása. A fiatalokat Nemes György, a Kiskunhalasi üzemmérnökség vezetője látta el hasznos gyakorlati információkkal a Kőrösi úti telephelyen. Én megpróbáltam
mondjuk a kiskunhalasi vízellátás komplett folyamatát végigvinni, a kúttól a vízkezelésig, víztározásig, hálózatra kijutó vízmennyiségig. És hát mivel, hogy kémia versenyre készülnek ezek a fiatalok, ezért csináljuk ezt a kis akciót, hogy hát legalább egy kicsit közelebb kerüljenek hozzá, gyors teszttel meg tudják mérni, hogy melyik a kútvíz és melyik a tisztított szűrt víz. Már jellemző paramétereket, amit mi is hetente kétszerre gyors teszttel végzünk, ezeket ők is meg tudják csinálni. Egyszerű leírása, csöpögtetni kell, és szín alapján kiválasztani egy mennyiséget. A református középiskolák országos kémia versenye negyed évszázada biztosít lehetőséget a fiataloknak a versengésre. 25. éve rendezzük a református középiskolák kémia versenyét. Ebben a versenyben péntek délután mindig üzemlátogatás van. Minden évben próbálunk másik helyszínre menni, ebben az évben a Halasvízhez jöttünk. Tóth Imre mind a 25 alkalommal elkísérte tanítványait erre a halasi versenyre. Itt nem csak kémiáról szól, itt valójában közösségépítés is folyik. A minden iskolából maximum egy évfolyamról egy fő jöhet, és ezért iskolák közötti kapcsolatok alakulhatnak ki, tanulók között barátságok születhetnek, és jó látni, hogy milyen élménnyel tudnak később is, aki már több egyszerre jön, akár egymás sikerének szurkolni. A diákok számára az üzemlátogatás egyben egy szakmai felkészülés is volt. Kétféle víznek vizsgáltuk meg, a mangán, a vas, illetve az ammónia tartalmát. Milyen módszerek állnak itt rendelkezésre mindenre? Itt ilyen gyors tesztek állnak rendelkezésre, és különféle anyagokat cseppentünk a vízbe, ami idő alapján megállapítja, hogy mennyi az adott vas, mangán vagy pedig ammónia tartalma a víznek. Azokon a csöveken keresztül egy ilyen, gyakorlatilag elaprózzuk a vizet, és kettős funkciót érünk el ezzel. Egyrészt a vízben oldott gázokat kilevegőztetjük, másrészt pedig telítjük a vizet oxigénnel, és így megkezdődhet az oxidációs folyamat. Ez a levegővel való telítettség, ez nem elegendő nekünk ahhoz, hogy ezeket az oldott anyagokat ki tudjuk szűrni a vízből, ezért vegyszereket használunk hozzá. A legegyszerűbb módszer erre a kálium-permanganátos oxidáció. Pillanatszerű a folyamat, gyakorlatilag a vízben oldott vas-2-t, mangán-2-t és arzén-3-at feloxidáljuk, és így rosszul oldódó formába hozzuk. Aztán csapadékot, ezek ugye csapadékot képeznek, amiket aztán a homokszűrőkön fogunk kiszűrni. A gyerekek örömmel nézték meg a kémiai folyamatok gyakorlati alkalmazását. Ez egy olyan tantárgy, amit meg kell érteni, meg kell érezni. Nagyon sok érdekes kísérlet van benne, és sok oldalú, viszont nagyon nehéz. Szóval szerintem ez a maga szépsége, hogy ennyire sokféle, és mindenki találhat benne olyat, amit szeretni fog. Írd újra Shakespeare. Ez volt a címe annak a monodrámának, amit a Közösségek háza nagy termében láthatott a közönség kedden este. A Spinoza Színház előadásában Cserna Antal személyesítette meg a darab főhősét. A történet olyan komoly kérdéseket vet fel, mint például, hogy antiszemita-e Shakespeare világhírű színműve a Velencei Kalmár, vagy a vígjáték csupán alkalmas a meglévő előítéletek felerősítésére. Az előadás kapcsán beszélgetést készítettünk Cserna Antal színművésszel, melyet Kulturkép magazinunk egy későbbi adásában láthatnak az érdeklődők.